Köszöntöm Önöket, a mai műsorban lesz minden, mi szemszájnak és fülnek ingere. Először vitaminbombákkal kezdünk, majd haladunk az édességek felé. A műsor második részében pedig már a karácsonyi szilveszteri trendekről is szólunk. Első vendégem Szőlősini Falcsik Anikó védőnő. Szia Anikó! Szia Vivien! Nagyon sok mindent bombázhatnak ilyenkor, mármint kérdéseket a szülők felétek. Gondolok itt arra, hogy ez a tipikus őszi, téli, sőt már téli időszak ugye a gyerekeket eléggé megsanyargatja, főleg az egészségüket. Milyen vitaminokat kell ebben az időszakban pótolni, és milyen kivitelezésben? Igen, bizony, ez a hiányállapotok időszaka. Nyáron felturboztuk magunkat, a gyermekeket is, sok-sok zöldséggel, gyümölcsel, és aztán jön a téli időszak, jönnek a vírusok, baktériumok, fázunk, és bizony-bizony kezdünk beteggé válni, és hát azon kívül, hogy egészségesen táplálkozunk, próbálunk finom ételeket készíteni gyermekeinknek, ezen kívül nagyon sokféle vitaminpótlási lehetőség van. Na most ezt, ha a korszakokra bontjuk, akkor ugye a csecsemőkor az egy adott időszak, jön a kisgyermekkor, elkerülünk bölcsödébe, a gyermekek egy közösségbe, ott találkoznak kórokozókkal, viszont nagyon fontos ebben az időszakban, hogy a citrusféléket előtérbe helyezzük, ugye magas C-vitamin tartalmoknál fogva, ez nagyon jó, illetve vegyes táplálkozás mellett mindenféle színes ételeket, zöldségeket, gyümölcseket. Pont ezt akartam mondani, amúgy igen. A citrusféléknél én is leragadtam volna egy picit, hiszen ilyenkor tényleg előkerülnek a narancsok, a mandarinok, ebből nem lehet, gondolom, túlzásokba esni. És nagyon jól teszi a szülő, hogyha egy kis tányéra minden nap szépen fölcikkezve, fölkarikázva, színesíti azzal az estéket, hogy hazaérnek közösségből, és mondjuk vacsora után megkínálja a gyerekeket ezzel a finom gyümölcsökkel, hiszen nem biztos, hogy a gyermek maga oda nyúl és meghámozza és előkészíti, de ha egy elkészítve, gyönyörűen föltálalva kínáljuk nekik ezeket a gyümölcsöket, sokkal szívesebben megeszik. Hangsúlyoznám, hogy nyers állapotban, tehát nem kell megfőzni például egy almát, elég fölcikkezni, meghámozni, de megint függ attól, hogy mennyi idős gyerekről beszélünk. A kollégák közben megelőztek minket, adtak egy csodaszép közeli képet erről a csodáról, amit hoztál nekünk. Ha jól tudom, akkor Meglitz Józsefné készítette ezeket a csodasütiket, és egészséges sütiről van szó. Ez is egy olyan sütemény, a Valika nagyon ügyeskező háziasszony, és mindig meglep bennünket ilyen finomságokkal. Ezt már egészen kicsikortól lehet adni, hiszen összetételileg is olyan, hogy ami benne van, tehát zappehely, különböző magvak, dió, mazsola, mézzel van ugyan összeállítva, de nem tartalmaz sok mézet, tehát azért már egy 2 éves korú gyereknek nyugodtan lehet mézes ételt adni, és egészséges, hangsúlyozom, és egy rossz, nem tudom, chips, ilyesmit lehet-e így mondani, tehát az nem nagyon egészséges, e viszont nagyon finom, egészséges ez a keksz, és ezzel kínáljuk gyermekeinket. Nem kell az olcsó dobozos kekszeket, vagy lehet az drága, csináljuk meg, tehát hogyha van rá idő, ez körülbelül 15-20 percet elkészül ez a finomság, úgyhogy meg lehet kóstolni. A recepteket keresik a Kölcsei TV weekend oldalán. És előszeretettel csak is ezt a természetes alapanyagú élelmiszereket. Tehát ugye ez a tiszta étkezések és tiszta alapanyagok, ez ma már nagyon mindenki ezt mondja. És ebbe is milyen jó, hogy bele lehet akkor így a gyümölcsöket esetleg csempészni, mondhatod, hogy van mondjuk formában, dió, vagy mazsola, vagy van, bármi. És asszalt formában nagyon sokféle gyümölcsöt meg lehet már vásárolni. De hogyha valakihez nincs kedve ideje, vagy visszatérve, tehát hogyha a gyümölcsöket nem tudja, hogy megvenni, azért ma már nagyon sokféle vitaminpótlása van lehetőség, tabletta vagy folyékony formában. Ugye ez attól függ, hogy mekkora a gyermek, C-vitaminon kívül ugye a D-vitamin bevételre nagyon kell odafigyelni. Ennek nagyon nagy szerepet kapott most már, hogy nem csak csecsemőkorban és kisgyerekkorban adunk D-vitamint, hanem végig, kisiskoláskorban is, hiszen az egyik legfontosabb vitaminról van szó. De hangsúlyozom, hogy mindig meg kell beszélni szakemberrel, hogyha van egy szülő, ugye van egy kérdése felénk, akkor keressen meg minket, keressen meg a házi orvosát, és nagyon-nagyon szívesen állunk rendelkezésükre.
Mert bizony ezek az időszakok a hiányállapotok időszak, és fel kell készítenünk a szervezetünket. Vannak multivitamin készítmények, vannak csak tehát akkor nem vagytok, vagy mert hogy a védőnők nincsenek a tabletták ellen, de hogyha van rá lehetőség, akkor azt inkább természetesebb úton vigyük mindenképpen, be. Mindenképpen, de nem biztos, hogy egy gyermek hajlandó megenni egy gyümölcsöt. Igen, mert mondjuk valaki utálja aztán, a narancsot, így van, de viszont akár folyékony formában, akár gumimaci formában legyártják, akkor azt szívesen megeszi, és le is van rendezve ez a napi vitaminadag. Igen, most már én is egyre több baráti, vagy éppen családi kis berkeken belül látom, hogy vannak ilyen kis zselés gumicukorkák, amik amúgy vitamin cukorkák. Igen, azért óvatosan velem, mert tehát, nehogy megegyék egyszerre, tehát szigorúan ezt elzárni. Aha. És ma reggel láttam egyébként, hogy már a dobozos tejeknek is olyan külcsint adtak, van egyfajta gyártó, teljesen mindegy, hogy mesefigurákkal próbálja színesíteni a dobozt, és hát ugye a tejbevitel is nagyon fontos minden nap, mert hát nem sok mindenki issza azt a tehéntejet, nem sok gyerek szereti, viszont nagyon fontos lenne, hogy a tejfogyasztás nőjön. Tehát akkor tejtermékek, tej, kalcium, C-vitamin, D-vitamin, ezek alapok. Igen, így van. Aha. Mindenből próbáljunk egy-egy picit bevinni. Na most ez nem fog sikerülni. Van olyan gyerek, aki például hús nem eszi, annak tejterméket kell odafigyelve minden nap adni. Van, aki a főzeléket nem szereti megenni, és hát ugye egy közösségbe járó gyerek, aki menzán étkezik, hát heti kétszer elvileg főzeléket kell, hogy kapjon. Hát erre oda kell figyelni otthon is, hogy próbálni kell megszerettetni a gyerekekkel az ilyen élelmiszereket és ilyen ételeket. Hát ez már egész kicsikortól a nevelés eszköze, hogy szeresse a füzeléket, na de hát nem egyformák a gyermekek, úgyhogy egy a lényeg, hogy minél színesebben, minél több zöldséget, gyümölcsöt kell bevinni, ha így nem megy, hogy a gyermek nem szereti, akkor meg lehet vásárolni. Úgyhogy plusz emellett a testmozgást, amivel ugyanolyan fontos. Hát ilyenkor reménykedik a szülő, hogy téma. Akkor lesz egy kis hó, hogy akkor tudjunk így hóembert van. Építeni, így szánkózni, van. Csúszkálni, hogy a kötelező testmozgás ne csak a nappaliban már legyen csak azért meg. Is, mert nem csak a vitaminokkal erősítjük az immunrendszert, hanem bizony a friss levegőn történő mozgással. Én nagyon szépen köszönöm, Anikó, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és rengeteg tanácsot hallhattunk tőled, remélem a szülők jegyzeteltek, és hogyha már a gyerekekről volt szó, főleg az ő kedvencük a csokoládé, no meg a miénk is valahol, a következő összefoglalóban a történetével ismerkedhetünk meg, és egy kiállítást is ajánlunk önöknek. Igazi karácsonyi hangulat fogadja a vendégeket a Városházán. Édes karácsony címmel nyílt csokoládé kiállítás az épület dísztermében Nyíregyházán. A csokoládé fogyasztás ünnepi különlegesség volt a 20. század közepéig Európa keleti területén, ezért lett az ünnepek várva várt finomsága. Nyíregyháza megyei jogúváros önkormányzata minden évben az adventi időszakra egy ingyenes kiállítással kedveskedik a városlakóknak és főképpen a fiatal korosztálynak. Az idei évben a karácsonyi ünnepkörhöz nagyon szorosan kapcsolódó csokoládét próbáljuk megjeleníteni, illetve magát az édességet. A kiállítás két résztvevővel sikerült létrehoznunk. Az egyik a Budapesti Csokoládé Múzeum. Őtőle 7 vitrínbe kaptunk a csokoládé történetéhez kapcsolódó kiállítási tárgyakat, régi csokoládés papírokat, illetve magáról a csokoládé készítés folyamatáról árulkodó műtárgyakat, illetve itt a szakképzési centrumban tanuló cukrászok, fiatal végzős cukrászok remek műveit próbálták bemutatni, hogy ők hogy gondolkoznak ugye a karácsonyról. A vitrinekben a csokoládé történetével ismerkedhetnek meg a látogatók. A szaloncukor a 19. század elején vált ismerté és lett népszerű Magyarországon. A fondant alapanyagból készült édesség nem sokára a karácsonyfák csillogó papírba csomagolt díszévé vált. Kezdetben kézzel készítették, amíg el nem készült az első fondant készítőgép. De a kiállításon a különleges Mozart édesség fejlődését is láthatják a látogatók. A zenealkotás egyik legnagyobb alakjáról elnevezett kiváló minőségű csokoládé immár 120 éve varázsolja el a csokoládé kedvelőit. A csokoládét azt nagyon sokáig nem ették. A csokoládé évszázadokon keresztül egy ital volt. Tehát a csokoládét, hogyha valaki most forró csokoládét kér, akkor kicsit furcsa,
A régebben ez volt teljesen természetes, hisz voltak külön olyan kávézók, ahol forró csokoládét is felszolgáltak, és majd csak a 20-as évek után alakult ki, amit mi csokoládénak ismerünk, ez a táblásított édesség. Ugye a kiállítási tárgyak között megtalálható maga a kakaóbab is, amiből a csokoládé készül. Ugye a kakaóbab aránya, a kakaóvaj aránya határozza meg, hogy étcsokoládéról, tejcsokoládéról, vagy akár fehér csokoládéról is beszélhetünk. Érdekes, a gyerekeknek külön egy tablót kiraktunk, hogy mostanában nagyon divatos a fehér csokoládé, de a fehér csokoládé a cukor. Tehát a fehér csokoládé kétharmada kristálycukorból készül, és nagyon kevés bab kerül hozzáadásra, így ugye a színe is fehér tud maradni. A magyar csokoládégyártás a 19. század végén fejlődött, az első világháború után pedig fellendült. Az igazi fejlődés viszont majd csak a 60-as, 70-es években indult, számos azóta is népszerű csokoládét kezdtek el akkoriban gyártani. Magyarországon az egyik legismertebb csokoládé a macskanyelv volt, amely már az 1920-as években megjelent a boltok piacain. Az édesség alakja a cicák nyelvére emlékeztet. A Szent István csokoládégyárban kezdték el először gyártani. Ennek az öntőformáit is megtalálhatjuk itt, illetve ugye egy képen mutatjuk be, hogy a ihlető cicusok hogy is nézhettek ki. Ez a pihe, puha, finom, ugye tudni kell a macskanyelv az tejcsokoládé. Ugye tej, cica, úgyhogy ezzel így kapcsolódik a kép a vitrínhez, illetve Wolfgang Amadeus Mozartról, ugye a Mozart csokoládé, az elég híres, Magyarországon elég hamar elterjedt, és itt bemutatjuk, hogy régebben hogy is nézett ki, hisz amit most ismerünk, ezek a golyók, ezeknek van történelmi előzményei is. A csokoládé régi kiváltságát az is bizonyítja, hogy méves és sokszor nagyon drága porcelán tárolókban, úgynevezett bombonierekben tárolták és abból kínálták az édességeket. Az édes karácsony kiállítás december 12-ig látogatható, hétköznap 9 és 19 óra között, hétvégén pedig 10 órától 19 óráig. A tárlat ingyenesen tekinthető meg akár csoportok számára is. Csoki kiállítás után egy igazi csoki szakértővel beszélgetek, vendégünk Felbermann Endre, szervusz! Szervusztok! Rengeteg mindent hoztál ide kicsinyki stúdiónkban, van itt belga, francia és hát magyar csokoládé. A magyar csokoládé is finom, sőt finomabb esetleg, mint a többi nemzet édessége? Hát azt kell, hogy mondjam, hogy világhírű. Néhány magyar csokoládé világhírű. Hogy csak a Stümert említsem, aki gyakorlatilag már 1866-ban itt volt Magyarországon, egy Stümer Frigyes nevezetű hamburgi cukrászmester jött Magyarországra, és 1883-ban alapította Magyarországon az első csokoládégyárat. És ez európai hírű volt ez a csokoládégyár, csak sajnos ezt 1948-ban beállamosították, és aztán Budapest csokoládégyár néven még sokan emlékeznek rá. 10 évvel ezelőtt viszont egy magyar család megszerezte a védjegyet, mert ez 1888-ban le volt védetve a Stümer név, és azóta 10 éve magyar, újra magyar termék, és bizonyára sokan emlékeznek a retro csokoládékra, a százszor szép bombonra, ott van a sarkon, ugye? Akkor a gránit kockákra, legtöbben emlékeznek a Tibi szeletre, ugye? Az eredeti Stümer csokoládé volt a Tibi, viszont most már nem Rosen, ukrán, Poroshenko elnök úrnak a érdekeltsége, azt gyártja, csak éppen ez nem az az eredeti Tibi, mert a receptjeit nem ismerik. És aztán csináltak egy új Tibit, de a nevet viszont megvásárolták. Hát ezen kívül itt vannak a leghíresebb magyar csokoládé, a Csokobi csokoládék, amely 20 nemzetközi nagy díjat nyert már. Akkor méltán lehet rá, igen, büszke. Legutóbb ez a csokoládé, ez egy Piemonti Mogyoró tejcsokoládéval, és Etióp Harrar kávéval van megszórva. Ez most Londonban az Hihetetlen. International Chocolate Award világhírű versenyen aranyérmet nyert, és kikiáltották a világ legjobb magvas tejcsokoládéjának. És ilyen kincsekről nem tudunk mi Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Hát jó, hogy bejöttél, és erről hírtatsz tudni kell, nekünk. Persze. Ezek, amiket hoztam, ezek mind díjnyertes csokoládék, bocsánat. Ez egy nagyon különleges csokoládé. Nem tudom, hallottak-e már, hallottatok-e, bergamotról. Citrusféle. Citrusféle.
úgy néz ki gyakorlatilag, mint a citrus, citrom, csak zöldebb. Aha. Ezt főleg az illatszeriparban használják, mert olyan erős illata van, de a Csokomi kitalált egy olyan terméket, hogy ezt kandírozza, ezt a bergamot héjat, és éjcsokoládéval, venezuelai éjcsokoládéval. Majdnem olyan, mint ez a banános édesség, biztos ismerik a legtöbben, amikor így a banánt ilyen kis bevonattal, hát ez garantáltan finomabb. Ha finomabb, igen. Karácsonykor milyen csoki különlegességeket ajánlasz esetleg az érdeklődőknek, hiszen itt a csoki nem csak arról szól, hogy finom, hanem gyönyörű, esztétikailag nagyon hát szép. Hát ebben nagy mesterek az olaszok. Igen? Hát a csomagolásban. Ha csak ezeket nézem, ezeket a dobozok, ez a Feletti nevezetű csokoládé, uh-huh. Ez szép, a gyártónak a neve, a Feletti. Ezek amúgy dombor kialakítású dobozok, és nagyon szép. Tehát kiváló pralinék vannak benne, uh-huh. Vagy a Sorini, szintén olasz gyártó, uh-huh. Ilyen fémdobozos csokoládéi, és vannak ezek a angol Walkers nevezetű, ez például egy pezsgős töltelékű praliné. Milyen különlegességek vannak, ez már akár szilveszteri csokoládé is lehet, hogy ezek gyönyörű ajándékok, mert a dobozt meg lehet tartani. Vagy a franciáknak van ez a trüffel, igen érdekes formájú igen. Doboza, többféle változatban van belőle, ez egy narancsos ízesítésű, de mondhatnám világhírű lübecki marcipánt is. Ennek is van uh-huh. egy sztoria, elmondhatom? Nyugodtan. 1402-ben a legenda szerint, hozzá kell tegyem, mert nem bizonyítható. A legendákat szeretjük. A legenda szerint 1402-ben Lübeck városát, ugye ez közel van Hamburghoz, körülvette az ellenség, és hát ki akarták őket éheztetni, mert nem tudtak már kijönni, és befutott egy hajószállítmány, mandula. És az a cukrász, aki ezt megrendelte, az már csődbe ment, és nem tudta átvenni. Viszont átvette egy másik, aki aztán ledarálta, cukorszirupot készített, összekeverte a kettőt, aztán ízesítette még valamivel, és csinált belőle ilyen kis golyókat. És azt elkezdte árusítani, és ez lett a marcipán őse. És így maradtak életbe. 1700-as évekből a marcipán. Jaj, igen. De hát el ne felejtkezzünk az egyik, ha már karácsonyi csoki áradatról beszélünk, hát a szaloncukorról. Nekem egy nagyon kedves, a Sóstói Múzeumfaluban dolgozó hölgy azt mondta egyszer, hogy a házi, paraszti szaloncukorhoz nem kell semmi más, Vivien, csak cukor, meg kakaó, meg egy kis víz. Hát az nem igazán szaloncukor. De hát az nem igazán szaloncukor, ez azért sokkal másabb. Ezek a szaloncukrok, ezek bombon minőségűek. Uh-huh. Különböző ízesítéssel vannak itt. A te kedvenced melyik? Felberon André, melyik? Az étcsokoládé és tojáslikőrös ízesítésű. De jól hangzik. De nagyon finom a marcipános, a medgyes, uh-huh. a narancsos, a mogyorós, az írlikőrkrémes, hihetetlen mennyiségű szaloncukor áradat van a boltokban is, meg mindenhol. Azt látom, hogy egyre tágabb ennek is az ízesítési lehetősége. Milyen különlegességek vannak, hogyha mondjuk ilyen szaloncukrokról van szó? Találkoztál te is esetleg olyannal az elmúlt években, hónapokban, ami neked is úgy megakadta a tekintetet, hogy fú, na most ez mi? Hát mondjuk a különböző italal ízesített szaloncukrok, pálinkával ízesített szaloncukor. Hát vannak ilyen csokoládékiba is egyébként, hogy kitérjek egy picit. Ez a francia Apté cég, ez például kimondottan csak likőrös csokoládékat gyár, étcsokoládéval, Remy Martin konyakkal, viszkivel töltve, de haláli finomak, hogy azt kell mondjam. De a csokoládékban is például a Stümernek van szilvás betyár ízesítésű csokoládéja, ez aszalt szilva, étcsokoládé trüffellel, étcsokoládé bevonattal. Hát valami fantasztikus ízvilágok jönnek ki. Melyik nyelek nagyokat én is. Igen. De hát a mondjuk a Csokomi csokoládékban is az az érdekesség, hogy olyan ízvilágot állítanak, például táblás csoki, igen, étcsokoládé, és különböző magvakkal, fűszerekkel, gyümölcsökkel, ilyen fagyasztva szárított gyümölcsök. Ezt úgy kell érteni, a fagyasztva szárított gyümölcsöt, ugye a mireli gyümölcsöt nem olvasztják ki, és a víz nem viszi ki belőle a színeket, meg az ízeket, hanem egy technológiai formát eredményeképpen gőzként távozik el azonnal a folyadék, és ezáltal benne marad az íz, meg a szín is.
Én nagyon szépen köszönöm, Endre, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Nagyon érdekes csokoládé különlegességeket mutattál be nekünk, és még legendákat is hallhattunk a marcipán eredetéről. Soha nem felejtem, 1402? Igen. Jó, igen, 1402 akkor. És most pedig egy bejátszás következik, hiszen, hogyha jól tudom, akkor múlt szombaton volt az évad utolsó premierje a Móricz Zsigmond Színházban itt Nyíregyházán. Egy musical revűt láthat a közönség Old Tamás rendezésében. A részletek és mondhatni ajánló itt a Weekendben látható most. Van sok túlsúly, van érzelmi túlsúly, és mindez cipeljük rég a túlsúly, cipeljük rég, rég frost! Egy vidám, egy fiatalos, szerelmeses, ahogy egy korábbi darab alcíme ezt mutatta. Ez egy musical revű, ami azt jelenti, hogy sok kis pörgős jelenet és rengeteg zene van benne. Élő zenekarunk van Tamás Attila vezetésével, és élőben énekel a négy színészünk, táncol, a saját tánckarok is iszonyatos hatalmasat dolgoznak benne. Gulyás Anna koreográfus, jó barátom, szerintem valami zseniális munkát végzett újra, és hát nagyon megdolgoztatja a színészeket, ami emellett külön öröm, hogy nagyon boldog és vidám próba folyamat volt. Tehát minden próbán nevetés és családias hangulat uralkodott, pedig mondom, hatalmasat dolgoznak benne. És gurulsz? Mit csinálunk? Hogy gurulsz-e? Hát, ha muszáj! Megint hazudtam. Egyszer gurulhatnánk együtt. Mindenki a saját nevét kapta vissza a darabban. Ez azt szolgálja, hogy könnyebb legyen egy kicsit a darabot vinni, mert eredetileg mindegyik szám, mindegyik dal egy-egy önálló jelenet, ami eredetileg mindig más-más karakterre, más-más párokra vannak írva. Úgyhogy ezért egy kerettörténetet kellett a dramaturgnak, a rendezőnek és a koreográfusnak kialakítani, külön megírni, hogy könnyebben tudja vezetni a nézőt. Milyen ez a két hölgy, akit alakítanak az előadásban? Enikő és Anita. Egyik rosszabb, mint a másik. És miért? Mind a kettő szerelemre vágyik, és amikor az ember nagyon vágyik valamire, akkor néha hülyeségeket csinál. Így van. Én azt mondanám, hogy mint átlag emberek, a többi ember, mindenki egy kicsit önbizalomhiányos, és például az én karakterem arról szól, hogy nem igazán hisz önmagában a hölgy, és próbál ebből úgymond kitörni, és mindig elképzeli azt, hogy mi lenne, ha egy kicsit keményebb és önbizalomteltebb lenne, és akkor gyakorlatilag ebből a félszegségből, de közben meg akarásból lesz majd egy szép végeredmény. És Anita? Hát én... akit játszom, vannak hasonlóságok természetesen, a tervezés híve, a kivitelezés híve, és a közben felmerülő bakik jól-rosszul kezelője, mondjuk így. Én azt hiszem, amióta itt vagyok, ez volt az egyik legvidámabb próba folyamatom. Nagyon nehéz volt, de annyira jó érzés volt úgy szenvedni, hogy közben boldogok voltunk. Nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy így négyen dolgoztunk ebben a munkafolyamatban. Nagyon jó volt a koreográfusunk, Gulyás Anna, aki egy tüneményes hölgy, és egy ilyen nagyon-nagyon szeretetteljes előadás született, én úgy érzem, hogy születik, mert mindjárt nagyon szeretjük egymást, és talán ez lesz majd így a kicsúcsosodás ennek az egész előadásnak. Szét dolgoztuk magunkat, és szétröhögtük magunkat közben, úgyhogy az ilyen munka az jó munka. Jó az alapanyag, egyébként a zenei nagyon igazi amerikai cucc, és mindig izgalmas dolog újdonságokat tanulni, amiket még esetleg nem ismertünk, vagy rendesen kórusban énekelni, ami nehéz dalokat, és úgy tenni közben, mintha ez nagyon könnyű lenne. És ez nagy kihívás, és szerintem szuper. Először ül a nyihahán. Jaj, drágám. Igen, drágám. Tudod, mit mondtál? Nem. Azt mondtad, hogy nyihaha. Nem. De. Többféle karaktert is játszunk mindannyian benne. Van egy-kettő, amelyikbe érzek némi közelséget, akár ilyen megtörtént események. Én úgy gondolom, hogy a nézőknél is ez lesz majd tapasztalható, hogy lesz egy-két olyan jelenet, amire azt mondja majd, hogy na igen, ez velem is hasonlóképpen megtörtént.
úgyhogy szerintem mindenki, minden egyes néző fog legalább egyet találni és egyet kiszúrni magának, ami olyan lesz, hogy na ez velem hasonlóképpen megtörtént, és ezért fog neki nagyon tetszeni, és ezért engedi magához majd nagyon közel ezt a darabot. Mondd, hogy igen! Igen! Na figyelj, az első kép, ahol a kis gergőcskét először teszik be az autóba.